Üdvözlöm Önöket innen a Kiskörös Televízió stúdiójából. A Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesületének köszönhetően a Mi megyénk címmel minden hónapban stúdióbeszélgetést láthatnak Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével. Így lesz ez szeptemberben is. Üdvözlöm, elnök úr! Én is köszöntöm a tévénézőket is, és Krisztát is. Visszatértünk a nyári szünetről, ugye az augusztust kihagytuk, egy kicsit mi is pihentünk a műsorral. A megyei önkormányzat azonban nem pihent. Sok minden történt augusztusban. A legfontosabb talán az, hogy az utolsó toppályázatok is beadásra kerültek. Igen, a nyár ugye általában a szabadságokról, meg a pihenésről szól. Hát most ez a nyár a dolgozóinknak nem erről szólt, úgyhogy hát azt se tudom megmondani, mikor fogják ezt kipihenni. Talán azért az ősszel lesz rá módos lehetőség, hiszen a pályázatok kapcsán az a döntés született Budapesten, hogy felgyorsítják a második fordulót. Ez a második forduló azt jelentette, hogy közel 200 pályázatot adott be a megye 118 települése, és hogy azoknak az eredetileg tavasszal meghirdetett és őszig tartó beadási lehetőséget megrövidítették itt a nyár elején, hogy augusztus 15-éig be kell adni az összeset. Na most hát ez igen nagy, hogy mondjam, plusz munkát jelentett mindenkinek, hiszen a települési önkormányzatok dolgozói is ekkor tervezték, hogy elmennek szabadságra, meg hát a mi dolgozóink is értelemszerűen, és ekkor kellett minden adatot összeszedni, ekkor kellett előkészíteni a pályázatokat, ekkor kellett tervezőket mozgósítani, ahol tervbeadás volt szükséges a pályázathoz, és fölmérni energetikailag, hogy mit tud, mit lehet rákölteni, és mennyi megtakarítást fog majd hozni, és ezt mind a nyáron kellett, augusztus 15-ig, tehát mondanám, hogy július-augusztusban, a legnagyobb hőségek idején, és azért a szabadságolások idején, tehát tényleg heroikus küzdelmet folytattak a kollégák azért, hogy ez augusztus 15-éig beadásra kerüljön. El kell, hogy mondjam, hogy ezt sikerült megoldani. Természetesen egy-két pályázatnál előfordult az, hogy minden egyes szükséges adat nem állt rendelkezésre, úgyhogy most éppen annak a ideje folyik, hogy a hiánypótlásokat, hiszen ezt ott átnézték a hozzáértők, a közreműködő szervezet dolgozói, és akkor kiírták, hogy miket kell hiánypótolni, úgyhogy azoknak éppen most zajlik az utolsó simításai, hogy beadják a 2017-es összes pályázati alkalmat és módot, és hogyha ez a hiánypótlások is sikerülnek, már pedig a döntő többség eddig is sikerült, miért ne sikerülnének, akkor gyakorlatilag kipályáztatásra került Bács-Kiskun megyébe a tavalyi és az idei évben az a 63 milliárd forintos összeg, amely a megye határon belül fog tuti hasznosulni. Ezen kívül vannak persze más pályázatok is, tehát vannak ginopos, tehát ilyen gazdasági vállalkozók számára kiírt pályázatok, vannak vidékfejlesztési pályázatok, és sok más fajta még, de hát arra országosan mindenki pályázik, erre a 63 milliárd forintra pedig csak a Bács-Kiskun megyei települések pályázhattak, plusz még Kecskemétnek volt egy saját 23 milliárd forintos keretösszege is, tehát ez biztos, hogy a megyei határon a Duna-Tisza között fog megmaradni és hasznosulni. Mikor a várhatók eredmények? A hiánypótlás most már csak tényleg néhány pályázat esetén néhány nap, és akkor megkapják a szakértők. És ők fogják ezt értékelni, hogy szakmailag megfelelőek-e, nyilván a kiírásnak megfelelőek-e, és ugye ezt egy országos szakértői hálózat fogja elbírálni, pontozni, értékelni, és hát az ígéretek szerint, reményeink szerint év végére, vagy inkább januárra meg lesznek a nyertes pályázatok is, de mivel itt a megyébe ezt előzetesen nagyon sokszor átbeszéltük a polgármesterekkel, leegyeztettük, hogy ki mire, milyen nagyságrendű összegre fog pályázni, ezért nagy valószínűséggel jósolhatom nyugodtan, hogy a legtöbb pályázat az egyben nyertes pályázat is lesz a megyébe, tehát nagyon ritka lesz, ha lesz olyan pályázat, amelyik nem fog nyerni.
Azért ezután sem fognak unatkozni a megyei önkormányzat dolgozói, hiszen van még feladatuk ezekkel a pályázatokkal. Hát igen, annyira nem fognak unatkozni, hogy naponta veszünk föl, most ezért nyilván ez túlzás, hogy naponta, de hetente veszünk föl új-új kollégákat, hiszen a tavaly megnyert pályázatoknak a kivitelezési munkálatai azok elkezdődtek, tehát az első mérföldkő, aztán jön majd a második mérföldkő, ami természetesen nem rögtön mindig szó szerint azt jelenti, hogy megfogják az ásót, meg a lapátot, és elkezdenek építkezni, hanem ami szükséges hozzá. Tehát előzetesen is kiviteli tervek megoldása, megcsinálása, hogyha még nem rendelkezett a település például kiviteli tervekkel, azután a közbeszerzések indítása, hogyha elérik a közbeszerzési értékhatárt, és utána kezdődhet szó szerint a kivitelezés, és mindezt a mi szakembereink végzik ennek a koordinálását, tehát a projekteknek a levezénylését, a menedzselését, azt a megyei önkormányzat szakemberei teszik meg, és ugye ez tavaly 170 pályázatot jelent, és hát azért az egy óriási mennyiség, óriási értékekre, hiszen van ebbe 1 milliárd forintos pályázat is, meg hát több 100 millió forint értékű pályázat is, és ugye ez 118 településen, tehát mondanám, hogy még utazni is elég sűrűn kell, szükséges nekik, és nagyon lelkesen végzik. És el kell, hogy mondjam, tényleg a polgármester hölgyek és urak megelégedésére, tehát ők azt mondják nekem folyamatosan, hogy hát ők még ilyen felkészült szakemberekkel nem találkoztak, hiszen ezeket a hozzáértő embereket mi úgy tudtuk fölvenni, akik már több éves projekttapasztalattal rendelkeznek, sőt a fele, az gyakorlatilag az előző ciklusban, ő volt az ellenőr, ő volt az értékelő, tehát ő volt, aki kiírta a hiánypótlást, és utána ellenőrizte a befutó számlák rendezettségét és indokoltságát, és a többi felhasználási szabályokat, tehát a kis ujjukban. És hogy mindez még jobban működjön, a megyei önkormányzat és a saját irányítási rendszerét ugye egy kicsit átalakította, ilyen kabinetrendszert hoztak létre. Miről is van szó pontosan? Hát ugye változnak az idők, változnak a feladatok, változnak a kihívások is, és a kabinetrendszerű átalakulás ez azt a célt szolgálja, hogy a megyei önkormányzat megváltozott és megnövekedett feladatait jobban és hatékonyabban tudjuk elvégezni. Tehát egy-egy feladatcsokorra alakul egy-egy csoport, egy-egy kabinet, és ez a kabinet végzi ezeknek az összehangolását, és végzi azokat a tevékenységeket, amelyeket elszigetelten csinálhatnának kollégák, de sokkal egyszerűbb az, hogyha ezt ilyen csoportokban teszik meg, és ehhez tartozik az is, hogy a megyei önkormányzat például bevállalta azt, hogy a megye különböző területein, hát teljes területén így értem, csak hogy 5-6 település összefogásával egyfajta gesztorságot, egyfajta segítést, projektvezetést, tehát 22 témában is ilyen 21-22-es csoportok adtak be pályázatot, és abban mindben mi vagyunk, a kollégák, ennek az összefogói szakmai vezetői, tehát ezeknek az összefogására pedig, hogy ez jól működhessen, mi hoztunk létre a hivatalban ilyen kabineteket, úgyhogy ezt végzik a kabinetnek a dolgozói, ezt a jegyző úr támogatására is az elnöki kabinet is, és a beadott pályázatokat koordináló kabinet munka is ezt a célt szolgálja. Fontos eseményei voltak ugye a nyárnak, azon túl, hogy a top pályázatokkal rengeteg feladat volt, de hát azért ugye a megye marketing, a megjelenések, az továbbra is nagyon fontos feladata az önkormányzatnak, és hát ilyen volt például a Hírös Hét, ugye a leginkább tradicionális, vagy legrégebbi ilyen kecskeméti rendezvény, mondhatjuk ezt? Hát Kecskeméten ezt már a 1900-as évek derekán elkezdték ezt a bemutatkozást, hiszen a Híres Város és a környezete akkor alakítottan ki ezt a fesztivált, ezt a bemutatkozást, és nyilván ez az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött. Na most a megyei önkormányzat annyival tud hozzájárulni ehhez, hogy a közösségépítést mindig is fontos feladatnak tartottuk, és nagyon jó működik és működő modelleket vezettünk már be, például a járások bemutatkozását is, és ilyenkor ezen a Híres Hét Fesztiválon szerettük volna bemutatni ennek a
a sűrítményét, a lényegét, hogy az egész hetes fesztiválon minél többen találkozhassanak ezzel. Plusz vannak testvérmegyeink, és az egyik legkedvesebb, vagy talán a legkedvesebb testvérmegyénk Erdélyben, Hargita, a Székelyföld szíve, és meghívtuk a Hargita megyeieket, a Hargita megyei helyi termelőket, hogy mutatkozzanak be itt ezen a híres hét alkalmával. Úgyhogy egy közös standot csináltunk, pontosabban három részre osztott standot. Az egyiken a Hargita megyeiek mutatkoztak be, a másikon a Bács-Kiskun megyeiek, és oda a járásokon bemutatkozók közül a javát, a jobbakat, a legjobbakat hívtuk, és ők napi váltásba mutatták be a helyi értékeiket. Ja, és középre meg a Csiki Sörös Sátrat, faházat sikerült odahelyezni. A bejárat előtt egy nagy macival lehetett fotózkodni is, amelyik ugye azért mégiscsak Hargita megyére, Székelyföldre utalt, úgyhogy egy kedvenc hely volt ott a fotózkodásra. Természetesen ez nem élő maci volt, hanem egy ilyen kivágott reklámfigura, de nagy kedvenc volt a gyermekek és a családok körében. És akkor így közösen Hargita megyével, a testvér megyénkkel közösen csináltunk egy nagyon népszerű helyet az utcában. A Csikisörön kívül mit lehetett még megismerni Hargita megyében? Hargita megyéből különböző településekről érkeztek vendégek, akik bemutatták a tudományukat, elhozták azokat a termékeket, amelyek ott székely termék hívó szó alatt rendszeresen mutatkoznak be, és van külön elárusító helyük, ahol ezeket a terméket árusítják. Úgyhogy volt itt a szőrtől kezdve, a lekváron keresztül méztermelő is, aki mesélte, hogy a havasi mézet, meg az erdei, meg a vegyes mézet, hogy melyiket, mikor, miért érdemes csinálni, sajtkészítők, tehát mindenféle termék bemutató hoztak magukkal. Népszerű volt a rendezvény? Tehát sokan ellátogattak a standhoz? Nagyon népszerű volt az egész rendezvény, az egész egyhetes síros hét rendezvénye is, és azon belül ez a mi hármas standunk is látogatott volt, és erre az alkalomra hívtuk meg például a másik Erdély megye, testvérmegyénk, Fejér megye, Alba megye, ez Gyulafehérvár központú megye, Nagyenyed, Torockó tartozik így, amelyeket ismerhetünk hozzá, és az ottani elnök urat, illetve a kíséretét, és Kárpátaljáról is, de nem sokára testvérmegyénket, a Kárpátaljai megye vezetését is, és őnekik is bemutattuk ezt, úgyhogy rögtön annyira belelkesedtek, hogy mondták, hogy jövőre ők is jönnek, úgyhogy a következő évi híres hét rendezvényre a jövő héten az a feladatom, hogy polgármester asszonnyal egyeztessünk arról, hogy akkor Bács-Kiskun megyei és testvér megyei egy jóval nagyobb lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. Hogyha már a testvér megyéknél tartunk, akkor beszéljünk arról is, hogy ismét Bács megyei vagy Kecskeméti orvoscsoport látogat Erdélybe, ezúttal Kovászna megyébe utaztak. Éppen most? Igen, ez így szeptemberben szokott, most már mondhatom, hogy szokott megtörténni, úgy, hogy az ottani iskola kezdést megelőző héten. Náluk az szeptember közepén kezdődik az iskola, tehát kicsit később, két héttel később, mint itt mi nálunk, és akkor az előző héten van még szabad tanterem, meg lehet használni az iskola épületét, ahol szükséges, egyfajta szűrővizsgálatra. Most már harmadik alkalommal megyünk, a 11 Hargita megyei szűrés után, harmadik alkalommal hívtak meg bennünket Kovászna megyébe, és ott egy kicsiny faluba, Gidófalván van, illetve lesz ez a szűrés egy héten keresztül. A falu, illetve hát ott a nagyobb község, tehát a környező települések lakói is, aki úgy gondolja, az eljön, és ott a Kecskeméti megyei kórház orvosai vizsgálják meg őket. Térítésmentesen, természetesen. Igen, erről már többször beszélgettünk, úgyhogy tavasszal elég részletesen kitárgyaltuk itt a Hargita megyei látogatásukat az orvosoknak. Beszéljünk még arról, hogy ugye, hát előbb-utóbb várható volt, de a végéhez közeledik lassan a mi megyénk, vagy a mi járásunk rendezvénysorozat, és ugye mi nyáron nekünk is volt lehetőségünk július elején részt venni.
amikor a kiskörösi járás mutatkozott be, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat Kecskeméten. Azt hiszem, hogy erről még nem beszéltünk, hiszen előtte néhány nappal járt elnök úr utoljára itt nálunk a Kiskörös TV stúdiójában. Az augusztus, ha jól emlékszem, ebből a szempontból is szünet igen, volt. Szünet, és aztán most szeptemberben elérkezett az utolsó felvonás. Így van. Tehát ez a mi megyénk, ugye az adott, és azon belül a mi járásunk, ez az, ami változott, hogy sorba vettük az összes járást, és megkérdeztük, hogy nekik mikor alkalmas ez a bemutatkozás, és úgy osztottuk be. És miután 11 járásunk van Bács-Kiskun megyében, most következik a 11. és hát azért hagytuk a kecskeméti járást a 11. helyre, hiszen azért Kecskeméten lesz a bemutatkozás, tehát gondoltuk, hogy a távolabbiakkal kezdjük, egy kicsit jobban fölkeltjük az érdeklődést, és most szeptember folyamán pedig a kecskemétieknek, most a kecskeméti járás hozza el az értékeit, az összes eddigén a kiskörösi is szenzációsan jó volt, és a többin is a résztvevők, azok mondták, hogy jönnének a jövő héten is, hogy annyira jól érezték magukat, de az odalátogatók is, tehát az igény fölmerült, hogy ezt nyilván folytatni kell. Most az is egy lehetőség, hogy újrakezdjük, de nem ebben gondolkodunk, hogy újrakezdjük ezt, hanem egy új helyszínen egy tágabb bemutatkozási lehetőséget, tehát törjük a fejünket azon, már vannak ötletek, hogy ezt hogyan tudnánk kiszélesíteni. Többek között ilyen ez a híres héten való bemutatkozás is, de ugyanez fölmerült, hogy tegyük meg azt, hogy minden hónap első pénteki napján, ahogy eddig történt, de például a főtéren, tehát Kecskeméten a főtéren, ahol nagyobb tér van, és akkor nem is esetleg nem egy járás mutatkozna be, hiszen ott azért akkor területet is, meg produkciót is olyat kell hozni, hogy ott már több száz ember egyszerre is élvezhesse, és odaférjen, és megnézhesse. Tehát, hogy akkor ott mutatkoznának be a főtéren a járások, és ugye akár két napig is, tehát hogy egy hétvégén, vagy egy hosszú hétvégei bemutatkozás. Úgyhogy zajlanak ez ügyben a megbeszélések, de mindenképpen folytatjuk, mert szenzációsan jó volt. Illetve van ennek egy másik vetülete is, hogy nem csak Kecskeméten lehet ezt bemutatni, hanem hogy egyik járás elmegy a másik járáshoz, a másik járási székhelyre, és egyfajta fölpesdíti az ottanit, és ottani életet és kulturális életet, és bemutatja a szomszéd járásnak, hogy mi mit tudunk, vagy a nem szomszédnak is, hiszen az ottani emberek is sok mindent tudnak, de azért ilyenkor mindenki talál magának új dolgot. Én azt gondolom, hogy azért 11 hónap alatt ez úgy jó kinőtte magát ez a rendezvény. Tehát én nyilván nem voltam jelen az elsőn, tehát nem tudom, hogy működött, de nekem a kiskörösen az volt az érzésem, hogy egy kicsit kinőtte azt a megyeháza előtti teret ez a rendezvény. Így van. Ezért tervezzük azt, hogy a városháza előtti, tehát a sokkal nagyobb, tágasabb főtérre költöztetjük át. Kíváncsian várjuk a folytatást. Hogy fog telni majd a szeptember? Ugye már sok mindenről beszéltünk, és hát a hónap végén közgyűlés is lesz. Így van. Szeptemberben vannak olyan programok, amelyek így kötöttek, tehát kötött ez a kecskeméti járás bemutatkozása. Kötött az is, hogy ebben mindig a hónap utolsó pénteki napján tartjuk a közgyűlésünket, de ebben a hónapban a utolsó pénteki napra esik, szeptember 29-én van, a Szobonya Zoltán emlék napunk is, ahol megemlékezünk a megye egyik kiemelkedő emberéről, aki 56-ban, októberében és novemberében Jánoshalmán mederben tartotta, és nagyon kulturáltan, és úgy oldotta meg az akkori feladatokat, amelyeket az akkori őt elítélők is úgy zárójeles megjegyzésben példamutatónak tartottak, nyilván kifelé ez egy koncepciós eljárás volt, és Szobonyan Zoltánt, mint a jánoshalmi mozgalom vezetőjét szeptember 29-én végezték ki, és erre a napra emlékezik a megyei önkormányzat, és emléklapokat adunk át,
ezen a napon, és mivel talán ezt Kecskeméten célszerű megtenni, hiszen a megye különböző területeiről érkeznek azok, akiket ebben az időszakban, tehát akár 45 utáni időszakban, akár a 60-as évek elején különböző okok miatt meghurcoltak, kitelepítettek Hortobágyra, vagy akárhova, elvittek munkatáborba, vagy munkaszolgálatosnak is Kőbányába, itt-ott dolgoztatták őket. Tehát akik ebben az időszakban szenvedtek üldöztetést, őróluk emlékezünk meg, és adunk át egy-egy emléklapot, és emiatt 29-én délelőtt Kecskeméten lesz a megyei közgyűlés, és délután pedig tartjuk ezt a megemlékezést, ezt az ünneplést, és ennek van egy hagyományosan, hát csodálatos érzéseket keltő folytatása a börtönfalánál, a kecskeméti börtönfalánál, ahol a kivégzés történt, ott a család emlékezik, család vezetésével emlékezik az oda érkező, hogy mondjam, résztvevők többsége arra, hogy is lehetett ezt túlélni egyáltalán. A három kisgyermek maradt árván, három leányzó maradt árván, és ők szervezésében, az ő szervezésükben a unokák, illetve hát a dédunokák szavalnak, énekelnek és emlékeznek a nagypapára, a dédnagypapára, és ez egy igen megható emlékezés, és ezt a három alkalmat ezért raktuk így, ha már egy napra esik, egy helyszínre, Kecskemétre. Egyetlen témánk maradt még, amiről nem beszélgettünk, a klímastratégia, amelyen belül hát újabb változások, fontos közlendők vannak. Hát igen, a klímáról szerintem nem kell senkinek semmit mondani, így augusztus-szeptemberben, illetve nyáron mindenki megtapasztalta mind a két végletet, azt is, amikor 40 fokos meleg volt, ráadásul hosszan, és egy légköri aszály is, tehát a levegő is nagyon száraz volt, meg azt is, hogy másnapra esetleg 15 vagy 20 fokkal hűvösebb lett, és hát azt is el kellett viselnie mind a növényeknek, mind az állatoknak, mind pedig az embereknek, és ennek kapcsán éppen a Testvér megyéből érkezők, Hargita megyéből érkezők mondták, hogy náluk is ott két hétig ilyen közel 40 fokos hőhullám volt, és hát ők aztán abszolút nem szoktak még eddig hozzá, és hogy hihetetlen rosszul érezték magukat, sőt, hát odáig mentek el, hogy hát azért csak jobb lenne, hogyha ez inkább mínuszban lenne, mert arra föl tudnak öltözni, és fölvesznek még egy ruhát, és ehhez hozzá vannak szokva, hogy ott ilyen mínusz 20 és 30 fokok vannak télen, de hát ehhez a plusz 40-hez nincsenek hozzá szokva. Tehát ezek az időjárási változások, ezek most már szerintem mindenkinek megmutatják azt, hogy ez a klíma, ez úgy változik, hogy egyre nehezebb elviselni. De tenni kell valamit azért, hogy ez tényleg túlélhető, elviselhető legyen, mert mi sem szoktunk ez idáig rá, meg talán nem is tudom, hogy célszerű-e, de hogyan lehet itt termelni. A gazdákkal beszélgetve is, most már számukra is egyértelmű, hogy ezen a homoktalajon, hiszen a megye jó része azért homoktalaj, csak úgy lehet csak fönntartani a művelést, és gazdaságosan, hogyha öntözünk, hogy csepegtetünk, hogy takarjuk a talajt, tehát hogy lefedjük, hogy az a benne levő kevés nedvesség az maradjon ott. És mi módon lehet a lakásainkat élhetővé tenni? Mi módon lehet azt megcsinálni, hogy szigeteljük, de úgy, hogy azért penészes se legyen belül, mert hát az sem elviselhető különösen hát senkinek, de hát egy kisgyermekes családoknál meg aztán nyilván borzasztó dolog az is. Tehát, hogy olyan technikát, technológiát, eljárást, és hát erre a szemléletformálást, tehát hogy tényleg minden egyes gyermekbe is tegyük bele a fejébe azt, hogy erre oda kell figyelni. Ahogy annak idején a gyermekeket arra, hogy most a szelektív hulladékgyűjtés, hogy a kimerült elemeket azt már ne a szemétbe dobjuk, hanem máshova, így kezdődik. Tehát egy-két kicsi elem jó helyre tételével, hogy ne szennyezzük a talajt, a vizet és a többit. Ugyanezt kell megcsinálnunk a szemléletformálásban is. Úgyhogy a megyei közgyűlés elé kerül most a klímastratégiának az első változata, amihez természetesen várjuk majd a polgármesterek, bárkinek,
a véleményét, és majd a közgyűlési tagoknak a kiegészítéseit is, hogy mi mentén tervezzük, hogy Bács-Kiskun megyében mit adjunk az emberek kezébe, mivel tudjuk fölhívni a figyelmüket arra, hogy mi az ő teendőjük. Tehát, hogy ne összetett kézzel várjuk azt, hogy majd valaki megoldja ezt, vagy megvéd bennünket a plusz 40 foktól, vagy akármi, ilyen UV-sugárzástól és a többitől, hanem mi módok, milyen módszerek vannak arra, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni. Akár a bőrünkre mérhető hatásokat, amit ugye egészségügyileg alapvető és létfontosságú. Pályázatunk volt ehhez képest például ilyen fotó, vagy bármilyen képzőművészeti pályázat. Ennek a beadási határidejét is szeptember végéig meghosszabbítottuk, tehát bárki, középiskolás, általános iskolás, felnőtt, ha úgy gondolja, a megyei honlapon megtalálja ezt a lehetőséget, bármilyen képzőművészeti alkotással nevezhet erre. Ez is csak egy lehetőség, tehát ez sem a megoldás, egy lehetőség arra, hogy a beérkező pályaműveket népszerűsítsük, eljuttassuk különböző fórumokra. Köszönjük szépen, elnök úr! Én is köszönöm szépen! Beszámolt nekünk mindenről, és megosztott velünk sok-sok információt. Egy hónap múlva akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen! Önöknek pedig köszönjük a figyelmet!